távol egymástól, de ízekben együtt, fontos a hagyományaink ápolása, a morgócsárdában is főtt a birkapörkölt, bojtárszállás, birkafőzők egyesülete a Szélmalmi Fogadóházban várta a vendégeit. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 28-án 18 óra 5 perckor. Bár a hagyományos birkafőző fesztivál elmaradt idén, de a birkafőzés napján június 26-án Karcagon így is több századag birkapörkölt fogyott. Több mint két évtizede kerül megszervezésre Karcagon a birkafőző fesztivál, amely idén is természetesen megszervezésre került. Nem csak a programok hiányoznak, nem csak azok a koncertek és nem csak azok a kiegészítő részek, a vásár, a gyermekprogramok, különböző játékok, hanem azok a közösségi beszélgetések, azok a találkozások, amelyek azért több mint 20 éve jellemzik a Karcagi Birkafőző Fesztivált. Amikor egy-egy család összejön, amikor rég nem látott barátok, távoli ismerősök egymás mellett főznek, és több hónapos, több éves távollét után meg tudnak beszélni dolgokat, újra tudnak találkozni, együtt vannak, örülnek, kóstolgatnak. Én ezt gondolom, ez a legfontosabb része a Birkafőző Fesztiválnak. Ugye a tavalyi évben ez egy nagyon nehéz volt, hiszen akkor magát a fesztivált is elérte az a járvány hullám, amikor egyáltalán nem lehetett gyakorlatilag semmilyen közösségi rendezvényt tartani. Az idei évben egy picit azért enyhébbek a szabályok, és lehetőségünk volt arra, hogy kihasználva azokat a korlátokat, de meg tudjuk szervezni valamilyen szinten a Birkafőző Fesztivált. A valamilyen szint az azt jelenti, hogy azért kisebb közösségek, kisebb intézményi udvarokon azért össze tudnak jönni, tudnak beszélgetni, tudnak együtt lenni, sétálgatni, egy picit olyan érzéssel, mint hogyha hagyományos fesztivál lenne. Ez azért azt gondolom, hogy jóval több annál, mint ami tavaly volt, de azt is tudjuk, hogy jóval kevesebb annál, mint amihez hozzászoktunk. De bízom abban, hogy ezen az éven is túl leszünk, ezen a nehézségeken is túl leszünk, és jövőre egy újra a megszokott, hagyományos formában megrendezésre kerülő birkafőző fesztivál tudunk majd szervezni. Ebben az évben azért kisebb társaságok intézményi udvarokon alkalmazkodva természetesen az előírt szabályokhoz kerül megrendezésre az idei fesztivál. Figyeltünk arra, hogy mindenki eljuthasson mindenhova. Tehát, hogy legyenek olyan programok, vásárlási lehetőségek, és minden korosztályt meg tudjunk valamilyen szinten szólítani. Ugye hagyományos már az, ha az előző éveket nézzük, hogy mindig a pénteki napon már valami fajta felvezető programmal kezdődik a rendezvény. Ez a tegnapi napon is így volt, hiszen az ifjúsági házban a Fülemüle együttes koncertjén táncolhatott, szórakozhatott az, aki azt úgy szerette volna. És hát a mai nap azzal, hogy itt a hátam mögött is látszik, hogy hajnalban, korán reggel összejönnek a társaságok, a baráti csapatok, és elkezdődik a főzés, hiszen a birkapörkölt főzése az egy hagyományos rendben kezdődő, több nappal előtte megelőzi a főzést, hiszen azért ki kell választani a birkát, föl kell darabolni, elő kell készülni a főzésre, és hát nyilván reggel, ahogy itt mögöttem is látszik, föl kell készíteni ahhoz, hogy délre kész legyen. Több helyszínen zajlik a főzés, és ebben nem is tudjuk igazán, hogy hány olyan családi ház, baráti társaság, nagy család vagy szűkebb család van, hiszen szerintem nagyon sokan fognak főzni a városban, úgyhogy igazából nem is tudunk róla, legalábbis központilag. Majd csak onnan értesülünk, amikor a fényképek elkészülte után, ugye föltöltik a honlapra, és amikor majd nyilván azokat a főzőket, akik a mai napon, a mai hétvégén főznek, majd meg fogjuk újra jutalmazni, mint ahogy a tavalyi évben is. Tehát visszatérve a főzésre, ugye központi helyszínek vannak, Szélmalmi Fogadóház, Morgócsárda, Látogatóközpont, Dériné Kulturális Központ, illetve azok a munkahelyek, ahol önkormányzati munkahelyeken nagyobb társaságok tudnak összejönni.
Az idősebbek is megszervezték a saját főzésüket, tehát ők a Rákóczi úti központban fognak az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület szervezésében majd birkapörköltöt kóstolni. Ha jól tudom, több mint 200-an lesznek például azon a helyszínen is. Ugye nem volt előzetes regisztráció, ahogy a tavalyi évben sem, tehát utólag fog kiderülni az, hogy majd hányan főztek. Tavaly is két-három nappal a hétvége után tudtuk meg, hogy közel 100-an, több mint 100-an főztek a tavalyi évben is. Én bízom abban, hogy idén is legalább ezt a létszámot tudjuk majd hozni, vagy akár fölé is nőhetünk ennek a létszámnak. Legalábbis az előzetes beszélgetések, előrejelzések, érdeklődések azt mutatják, hogy idén is jócskán 100 fölött lesz a birkát főzőknek a száma. Azt, hogy hány birka kerül megfőzésre, azt ugye nagyon nehéz, hiszen itt a hátam mögött is 5 birka kerül megfőzésre, szerintem a Szélmalmi Fogadóháznál is legalább 8-10 birka kerül megfőzésre. És ugye kérdés volt a zsűrizés. Hát nyilván zsűrizni most ebben az évben, mint ahogy tavaly is, azt fog, aki megkóstolja a birka pörköltet, és majd ő eldönti ott rögtön a főző mellett, hogy ízlik neki a pörkölt, vagy nem ízlik neki a pörkölt. Tavaly évben nem volt reklamáció, én bízom abban, hogy idén sem lesz. A díjazása pedig nagyon egyszerű lesz, mindenki, aki birka pörköltöt főz, győztessé lesz nyilvánítva, függetlenül attól, hogy a mellette lévő zsűri hogy döntött. Tehát a mai nap, aki birkát főz, az már nyert. F. Kovács Sándor térségünk és városunk országgyűlési képviselője minden évben a főzők között is szerepel a Birkafőző Fesztiválon. Ebben az évben nem mutatta meg főzési tudását, hanem Szepesi Tibor polgármesterrel körbejárták a városban a főbb rendezvényi központokat. Akkor jó a birka pörkölt, amikor van és amikor elkészült. A karcagi birka pörkölthöz igazából már eleve a jó birkát kell kiválasztani. Legelőn megnőttek a birkák. Megfőzzük, megesszük, tehát a karcagiak örülnek annak, hogyha van egy olyan közös rendezvény, akár egy birkapörköltet meg lehet főzni. Én azt gondolom, hogy hamarabb volt a jó karcagi birkapörkölt, mint bármilyen rendezvény, amihez hozzá tudjuk ezt kötni. Ilyenkor június utolsó szombatján pedig már évtizedek óta egy nagyon jó közösségi rendezvényt szervezünk. Nagyon sokan jönnek az ország és a világ minden részéről karcagiak, a karcagi birkapörköltet kedvelők. A vírusjárvány miatt nem tudtunk találkozni a tavalyi évben, az idei évben is egy szűkebb körben tudunk csak, de bízom benne, hogy jövő évben ugyanolyan több ezres rendezvény lesz. Több száz birkát vágunk, birkapörköltet főzünk, ahogy a hagyományok szerint már évtizedek óta. A hungarikumok, ezek a magyar hagyományok. És hagyományok nélkül, gyökerek nélkül senki nem ér semmit, csak kallódik a világba. Hiszen ezeknek a pörkölteknek a receptjét mindenki otthon tanulta, szüleitől, nagyszüleitől, és én azt látom, hogy ezeken a rendezvényeken itt vannak a gyerekek. Ők is belenőnek ebbe a hagyományba, ezt a hagyományt viszik tovább, és vinni is kell tovább, hiszen gyökerek nélkül, hagyományok nélkül csak porszemek vagyunk, amelyeket fúj a szél a világba arra, merre csak akar. Képviselő úr, szerint milyen a jó birka pörkölt? Hát finom, karcagi, vagy legalábbis nagykunság, hiszen itt a nagykunságban nagyon sok birkapörköltet főznek, és én azt gondolom, hogyha innen Karcagtól talán elmegyünk néhány kilométerre, akkor még jó birkapörköltek vannak. Én már, hogyha 30 kilométernél messzebbre kell menni, én már nagyon óvatos vagyok bármilyen birkapörkölttel. Itt a nagykunságban a hagyományos, évszázados recept alapján készülnek a birkapörköltek, és ezek mind jók. Dr. Fazekas Sándor ebben az évben is a kertjében főzte meg a családja körében a népszerű ételt. A karcagiak számára a birkapörkölt nemzeti eledel, ünnepi étel, és most hát birkafőző fesztivált nem tudunk tartani az előírások miatt, de nagyon sok családnál, vendéglátóhelyeken, intézményekben, cégeknél készül a finom birkapörkölt, és mi is itt családi körben főzzük, mindenki részt vesz benne, barátok is megérkeztek, úgyhogy remélem, hogy jó lesz majd az a hagyományos étel, amit az őseinktől örököltünk, és a nagyszüleink, szüleink módja szerint készítünk el. Miért fontos az országunk számára a hungarikum, maguk a hungarikumok?
A hungarikumok nemzeti kincsek. Bennük van a magyar kultúra, művelődés több mint 1000 éve. Kasztorium és az étkezés is egy kultúra. És a karcagi birkapörkölt nem önmagában az étel a hungarikum, hanem maga az elkészítés módja, hozzá kötődő ünnepek és jeles alkalmak, a jutartásnak a gazdálkodási oldala, az ételnek az elkészítése, tehát egy egységet képez. Ez egy olyan kulturális különlegesség, amit kunőseink még a ázsiai, illetve kelet-európai szeppekről hoztak magukkal, és úgy is készítjük el az ételt, mint hogy annak idején az őseink. Igazán ritkaság számba ment ebből a szempontból, hiszen látjuk azt, hogy gyorsan változnak az ételek, különösen jelenleg valami már feledésbe megy, aztán új jön helyette, felújítják az ételeket, ez viszont nem változott semmit, és a lényeg, hogy a régi recept szerint kell elkészíteni. Én örülök annak, hogy a családtagjaim is ugyanezt a hagyományt követik. A megfelelő alapokon, nyersanyagokon kívül mi még fontos ahhoz, hogy jó birkapörkölt készüljön, és miniszter úrnak valamilyen titka a birkafőzéssel kapcsolatban, hogy miért olyan ízletes az étel? Hát oda kell rá nagyon figyelni, lassú tűzön kell készíteni, de a darabolásnak a módja, a hús előkészítés, az, hogy legyen benne perzselt rész, fej, körmök például nagyon meghatározza a későbbi eredményt, és szépen így el fog készülni ez a birkát. Most még nincs teljesen megfőve, félfővésben van, ki kell várni türelemmel, és akkor nem marad el a siker. A karcagi birkafőzés hagyományára minden évben tiszteletét teszi Varga Mihály pénzügyminiszter. Ebben az évben is így tett. Szerintem a karcagi emberek többsége számára mindegy, hogy fesztiválnak nevezzük, vagy napnak nevezzük. A végén úgyis megesszük a birkát, ez a történetnek a vége. Ez az alkalom is ugye arról szól, hogy a közösségi találkozókat, a közösségi eseményeket kezdjük el újra szervezni. A karanténból lassan jövünk kifele, megszűnnek a korlátozások. Van most már védettség, aki akarta, beoldhatta magát, aki meg nem, az magára vessen. Úgyhogy újra föl kell venni azt a szálat, amit a közösségépítésnek nevezünk. Találkozunk minél több alkalommal, minél több helyen. Ha ilyen alkalom adja magát, egy jó birkapörköltnek a megfőzése, elfogyasztása, akkor válasszuk ezt a formát. Miközben beszélgetünk egymással, megkérdezzük, hogy vagy, mi újság van. Szerintem erről szól most már sok-sok éve ez a birkafőző fesztivál, és persze a szervezők azok hozzáteszik azt a kis kulturális művészeti töbletet, amivel a közösségi lét még szebbé lehet. Miért fontos Magyarország számára a hungarikumok? Miért bírnak kiemelkedő jelentőséggel? Mit is jelent ez? Hát ettől vagyunk magyarok, vagy mi ettől vagyunk kunok, hogy vannak olyan specialitásaink, olyan különlegességeink, amik másra nem jellemzőek. Tehát itt a nagykunságban is, hogyha megnézzük, hogy mik azok az elemek, amiket a szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk és viszünk tovább, adunk tovább a gyerekeinknek, meg az unokáinknak, akkor ennek egy nagyon fontos része a birkafőzésnek a tudománya, a birka tartás, a birka feldolgozása, megfőzése, elfogyasztása. Ez mind hozzátartozik ahhoz a kultúrához, amitől mi nagykunok vagyunk, amitől mi kunok és magyarok vagyunk. A Morgó csárdában a Karcagi Birka Csárda Hagyományőrző Egyesület tagjai főztek. A Morgó csárdában a Karcagi Birka Csárda Hagyományőrző Egyesület tagjai Csordás László Máté vezetésével 10 kondérban főztek hagyományos pörköltöt. Hortobágyi bivajt is főzünk, egy részét csak, aztán pacalt is főzünk, és ami néha talán a legnépszerűbb, a slambuc, ami valóban Norbi update szerint csak füstölt szalonnával készül. Az egyesület vezetője édesapjától, aki szintén édesapjától tanulta a főzés tudományát, így generációkon át maradt fent a Csordás családban a főzés. A birkapörkölt elég sok mindent el lehetne mondani, azt, hogy mitől jó. Hát ez a miénk, a tradíciónk, a hagyományunk, az őseinktől ezt örököltük, és szerintem nincs olyan karcagi, aki ne lenne végtelenül büszke arra, hogy tovább tudja vinni az ősei ráhagyott értékét. Mi mindig azt mondjuk, hogy hál' Istennek ezt soha nem tudják utánozni, mert itt mi legalábbis mindig belefőzzük a karcagi lelket is, amit hál' Istennek még senki nem tud utánozni. Öntvénylávasba készülnek, ami szabályosan elosztja a hőt, nem az, mint a lemezbográcsokba vagy a mostanában divatos rozsdamentes edényekbe, hogy csak közvetlenül éri a meleg, hanem itt mindenhol egyforma hőmérséklet éri a húst, és akkor itt nincs olyan, hogy most az egyik oldala megvan főve, az egyik része megvan, a másik pedig még nincs. Itt
az öntvénylábos, mind a mellett, hogy természetesen ezek is némelyik 70-80 éves lábos már, de szóval sokkal másabb benne készült étel, mint egy normál edényben. A Nagykun Látogatóközpontban boltárszállás néven szerveztek a gyerekeknek programokat. A Nagykun Látogatóközpontban bojtárszállás néven szerveztek a gyerekeknek egésznapos kézműveskedést különböző feladatokkal, amelyek végrehajtása után bojtárrá is avatták a kicsiket, de népszerű volt az élőbarik simogatása is, tudtuk meg Nagy Emese szervezőtől. A Birkafőző Fesztiválon megszokottá vált, hogy 17 alkalommal már a gyerekeket a Juszárnyék programban láttuk vendégül, illetve különféle programokon vehettek részt nálunk. Most a Juszárnyéknek a kisöccsét, a Bojtárszállás nevű programot rendeztük meg, egy kicsit kevesebb programmal, kisebb helyszínen, de reméljük, hogy ugyanolyan jól fogják magukat érezni a gyerekek és a családok. Vannak kézműves foglalkozások, a lepénysütés, ami mindig sláger, gyékényt lehet kötni, kis ostort készíteni, nemezelni, illetve veszőt kötni. Vannak mini kis nátkunyhó és az hozzávaló kicsi főzőeszközök, kicsi bogrács, stb. A legkisebbeknek ki lehet próbálni, milyen is a bojtár élet a rétben. Azon kívül pedig van egy mobil tanösvénynek nevezett hely, amelyen a játékvezető a réti életnek, illetve a pásztor életnek a titkait, az érdekességeit meséli el a résztvevőknek, illetve tanítja meg egy-két ügyes fogásra, hogyan lehet túlélni a rétben, a mocsárban. Hogyan tudják a hagyományokat a egészen pici gyerekektől kezdődően a nagyobbaknak átadni ezáltal? Alapvetően gyerekprogramnak nevezzük ezeket a programokat, de a tapasztalat az, hogy a felnőttek is ugyanolyan szívesen részt vesznek a programjainkon. Eleinte még csak kísérik a gyermeket, mellette ülnek, de ugyanúgy beállnak utána nemezelni, ugyanúgy tapsolnak a bábszínházon, és itt megemlítem, hogy 17 órakor Néder Norbi Ládafia bábszínházával egy vásári bábjátékot fog előadni. Erre is várjuk szeretettel a résztvevőket. Az alapítványnak alapvetően a céljai elsődleges célja az, hogy helyi hagyományokra épülve szervezzük meg az összes programunkat. Ezt úgy értem, hogy nem múzeumszerűen próbáljuk átadni az ismereteket, a hagyományos ismereteket a gyerekeknek, hanem játékosan, közösségben, interaktív módon. Tehát a vezetőink nem csak egy mesterséget tudnak átadni, hanem tudják a programunk vezetői a kommunikációt is, hogy hogyan kell beszélni például a gyapjúról, milyen információkat kell átadni, hogy az érdekes legyen. A manuális tevékenységek önmagukban érdeklik az arra fogékony gyerekeket, de ha kommunikációval alátámasztjuk ennek a tevékenységnek az érdekességét, akkor sokkal több mindenkit elérünk, úgy gondolom. Az összes itt lévő motívum, figura, az alapanyagok, az elnevezések, azok mind az itteni, jelen esetben a réti életnek, a jutartásnak, illetve a pásztorkodásnak az elemeiből tevődtek össze. A Szélmalmi Fogadóház udvarán a Karcagi Birkafőzők Egyesületének 17 tagja tartott bemutatót a Hungarikum birkapörkölt készítéséről. Itt is apáról fiúra szállt a főzés tudománya. A titka a jó birkának a kiválasztása, egy jó alapanyag, onnastól kezdve már nem is lehet elrontani, de igazából Karcagon ugye az alapfűszerek beletételétől kezdve más nem is kell beletenni, a kis paprikát, sót, fokhagymát, vöröshagymát beletesszük, akkor innestől kezdve egy jó birkával nem lehet elrontani azt a pörköltet. Úgy gondolom, hogy az eltelt 9-10 év alatt, amióta gyakorlatilag járjuk az országot, egyre többen akarják megkóstolni a karcagi birkapörköltet, és ezt a karcagit, tegnap például egy bajai házaspár telefonált, hogy ők itt jönnek el Szoboszlóról hazafelé, és minden áron még sose értek, de meg akarják kóstolni, mert hallottak róla, tehát ez nekünk ez nagyon jó. Azért szeretünk elmenni egyébként tényleg a Dunántúra, Nyírségbe, olyan helyekre, ahol kevésbé eszik a birkát, mert ezt már megtudják, ezt szeretik, tehát az ővékét nem szeretik, mert nem tudják jól elkészíteni. De a mi birkánk az egy teljesen más étel, amit mi készítünk, és amikor egyszer ezt megkóstolja valamelyik, az visszajön ide minden évben. A főzők között voltak általános,
Középiskolás fiatalok, felnőttek és szépkorúak is. Az egyesület most kapta meg a várostól a székhelyként a fogadóházat, így több hasonló főzési bemutatót szerveznek majd a későbbiekben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!